A fő profil a mi intézményünkben az enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknek az ellátása, általános iskolától szakmatanulás végéig, de mindenféle fogyatékossági csoport tulajdonképpen megjelenik. Megjelennek a középsúlyosok, illetve a súlyos halmozott fogyatékos gyerekek is. Az ellátott feladataink. A fejlesztő nevelés oktatás, ugye ebben a formában a súlyos halmozott fogyatékos gyerekek vesznek részt. Ennek két formája van. Az egyik az egyéni forma, ugye ők azok a gyerekek, akik nem tudnak a mi fejlesztőiskolánkba bejárni, és őket az otthonukban látjuk el ennek az ellátásnak a keretein belül. Az egyéni fejlesztés formájában egy komplex gyógypedagógiai fejlesztést kapnak a gyerekek, illetve akinek szüksége van, mozgásfejlesztésben is részesül a foglalkozásokkal. És ezeknek a foglalkozásoknak a heti időkerete az 8 óra. Szia. Gyertek, ide foglaljatok. Jól vagy? Jól? Ügyesen. Figyelj oda, Gabi néni. Tánika, föl a kéz, fújja a szél a fákat, jó? Rajta. Fújja a szél a fákat, letöri az ágat, ezt csúrom, kúrj. Legugolj, Miki. Tudj, még egyszer énekeljük, jó, Dani? Na, hát én ennyire kedves vagyok neked, igen? Előre a jobb kezedet, utána hátra. Előre a jobb kezedet, utána rázzad. Utána ugi-bugi, utána forgás. Tassolj egyet, hajtás. Látva ezt a történetet és az itteni pedagógiai munkának az eredményét ma itt a kivetítőkön is, azt látom, hogy egy rendkívül elszánt és azt is mondhatom talán olyan mértékben elkötelezett pedagógusok, nevelők és segítők vannak ebben az intézményben, amely munkát csak talán ilyen elhatározással lehet végezni. Ez egy talán azt is mondhatnám egy kicsit más, mint egy sima iskolai oktatás, mert itt az emberi tragédiákkal találkoznak szerintem nap mint nap. A más iskolákhoz képest mondom ezt a tragédia. Ez így természetes, hogy ilyen gyerekekkel kell foglalkozni, és az is nagyon fontos, hogy önök, akik ezt a szakmát, ezt a pályát választották, és itt ebben az intézményben dolgoznak, egy más munkát végeznek, és talán azoknak a családoknak nagyon komoly segítséget adnak, akiknek a családjukban ilyen kisgyermek születik és nő fel. Azt hiszem, hogy nem tévedek, amikor azt mondom, hogy e intézmény vagy ilyen intézmények nélkül ezek a családok rendkívül nehéz helyzetben maradnának, rendkívül nehéz pillanatokat élnének át, és talán ezek a gyerekek nem is tudnák azt az életet, azt a szép életet megélni, amit itt e intézmények vagy e intézmény falai között megtehetnek. Éppen ezért én azt kívánom önöknek, hogy folytassák ezt a munkát, segítsék ezeket a gyerekeket, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba.